Szeretettel köszöntünk mindenkit a Soroskutcai rendezvényen. Ennek az a lényege, hogy nagyon sokféle társaság, csoportosulás, egyesület, alapítvány összefogását próbáljuk megvalósítani, és éppen ezért szeretnénk kérni néhány prominens képviselőjét egy-egy társaságnak, hogy tegyen néhány üdvözlő szót a mai és a következő napon pédi rendezvényünkhöz. Először is Pocsák Frédot kérem meg, és amik a rendezvény. Szeretettel köszöntök mindenkit. Először március 15-e tiszteletére, ugye még azt el kell mondani mindenkinek, hogy Petőfi Sándor csontjai a mai napig egy sportszatyorban vannak Németországban, egy zártába valahol, pontosan mi nem tudjuk, de van, aki tudja. Tehát ez egy nagyon nagy tragédia, hogyha nem tudjuk eltemetni valakit, bár például ilyet, mint Petőfi Sándor. Úgyhogy először a 15. ilyen kapcsán egy közös énekléssel kezdjük, jó? Akkor, aki tud jól énekelni, jöjjön ide, aló címhoz gondoltam, hogy elénekeljük, jó? Álljunk fel akkor is, közösségünk. Isten áldja meg a magyar, tartson neve, míg a föld tart. Paradicsom hazájában, éljen örök boldogságban, éljen örök boldogságban. Töltse békében napjait, egyezve lássa fiait, tatár, török s más ellenség, minket meg ne rendítessék, minket meg ne rendítessék. Isten áldja meg a magyar, tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar ember, minden igaz magyar ember. Köszönöm szépen, és akkor következik. Tercsői Attila vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit, és azt szeretném mondani, hogy ez a mostani összejövetel egy kísérlet, hogy valószínűleg egy folyamat kezdette, és nem akarom túlértékelni magunkat, de az egész emberiség egy változás előtt áll. Nem vagyok asztrológus, de azt tudom, hogy az asztrológia ebben az évben ezt az évet egy sorsfordító évnek nevezi, amikor a Pluto a vízönködbe lépett. Ez egy esély. Ha ezt felismerjük, akkor tudunk ennek értelemben cselekedni. Egy olyan léptékű változás előtt állunk az egész emberiség, mint amekkor a változás az Ószövetségből, az Új Szövetségbe való átlépés volt. Ma ez történik nem csak az emberi belsőben, hanem kint a társadalom intézményrendszerében. Tehát egy paradigmaváltás. Nem mondom, hogy a küszöbére értünk, hanem már benne vagyunk, és ebben tényleg nem akarom túlértékelni magunkat, de Közép-Európának és ezen belül a magyarságnak úgy szerepe van, amennyiben még sikerült megőriznünk a cselekvőképességünket. Ezt gondolom, hogy ha ezt a gondolatmenetet megpróbáljuk a pár nap alatt megközelíteni, akkor bele tudunk állni abba a helyzetben, amiben. Köszönöm szépen. Zoli? Tiszteleten köszöntök mindenkit a Magyarok Szövetsége Mozgalom nevében, és köszönettel tartozok, hogy megszervezték ezt az Egyesítsük Erőinket rendezvényt, konferenciát, illetve egy kicsit azt mondom, hogy összetartó
gyűlést. Ma kicsit olyan ország van, mint a törökök után, hogy három részre szakadt az ország. Vannak ugye a pártoskodók, vannak akik a nemzetben gondolkodók, és vannak sajnos azok a szegénységben vagy megvezetettségben élő társaink, akik a képlenség viharában küzdenek. Ez úgy néz ki, mint a régi magyar pénzeken. Mindenki emlékszik rá, hogy minden éremnek két oldala van. Az egyiken van a pénzvilág, a matematika, a szám, a másik végén vannak a fejesek, csak senki nem vette észre, hogy a régi pénzeknek az élén ott volt egy szöveg: bizalom az ősi erényben. Bizalom az ősi erényben, és bízunk a 48-as hőseink áldozatán, és úgy gondoljuk, hogy egy ilyen összetartásnak az a célja, hogy József Attila fogalmazta, rendbe tenni végre közös dolgainkat. Kérem, legyünk ebbe őszinték és tiszta szívek. Köszönöm. Karasz János, hol vagy? Vagyok. Kedves egybegyűltek, az országunkat azt hiszem nagyon jól jellemzi a Petőfi laktanyának az átnevezése Mária Terézia laktanyává. Idáig süllyedt ez az ország, hogy ezt idáig eltűnte. Mindent meg kell tenni, hogy ezt rendbe hozzuk, és ehhez szükségesek ezek a kisebb közösségek, amik egyre jobban növekszenek. Én nagyon bízok benne, hogy egy belátható időn belül létrejön az a óriási tűz a sok kis tüzecskéből, ami végre végérvényesen ezt a szennyet elégeti az országunk fölött. Köszönöm szépen. Akkor elkezdenénk a előadást. Mivel 12 előadó van, úgy tervezünk, hogy 10 percünk mindenkinek jó. Nézni fogom az órát, én is mindenki 10 percet veszem pontosan, amit akar lényeges, mert utána lesz egy fórum, ahol körbeülünk itt az asztalnál, és akkor tudjuk megtárgyalni részletesebben a körbeülő kérdéseket. Megkérem Tamosi doktort, hogy az első előadást akkor tartsa. Szóval szeretném azt a néhány gondolatot elmondani, ami motivált arra, hogy ezt a rendezvényt szervezzem, és próbáljak mindenkit bevonni. Ami a tréningünknek, vagy a három napunknak a célja, hogy ébresszünk embereket, értékeljük a világ reális helyzetét, felismerjük azt, és működőképes megoldásokat, védelmi stratégiákat munkáljuk ki. A legfontosabb, hogy azok, akik még mindig nem értik, hogy valami nagy baj zajlik a világban, azokat fölébresztjük. Hadi állapotban élünk, és az ellenfélnek a célját kell megértsük. Az ellenfél célja az, hogy folyamatosan egy állandó hadi állapotot tartson fenn. A világ mostani működésének felforgatás általi lebontása és az ő irányításuk alatti újraindítása. Ez a cél. Valaki ismeri a Klaus Schwabnak a könyvét, ahol szépen ezeket összefoglalta, hogy miként szeretnék. Most már legalább nyíltan megmondják, miként akarják a világot újraindítani, akkor megérthetővé válik, hogy itt háború zajlik. Ugye azt kell érteni, hogy a hadi állapot, ami most benn áll, abban van az agresszor és van a célpont. Az agresszor, az ellenségünk, nem egy legitim államról van szó, mint általában régen egy háborúban, hanem egy nemzetek felett álló entitások szövevényes, nem átlátható hálózata, amelynek szándéka felforgató, háborús, ellenséges természetű. Tehát sokféle szervezet, egyén vesz ebben részt, folyamat, és ezeknek van egy szövevényes hálózata, ami fönntartja ezt a helyzetet. A célpont pedig nem egy legitim állam, mint a régi háborúkban, hanem a világ teljes válogatás nélküli lakossága. Mi a motivációja ennek? Világzsarnokság elérése, tehát ugye egy kézbe vagy egy csoportnak a kezébe akarják a világ teljességének az irányítását adni, és mondjuk ezt, hogy Napóleon kezdve mindenki próbálkozott ezzel.
az abszolút hatalom megteremtése, de őnáluk van egy ilyen sötét, spirituális, fekete mágia általi megfontolás is. További fontos jellemzői ennek a hadiállapotnak, nem szokványos fegyverekkel támadnak, hanem olyanokkal, amelyeket a célpontok vagy a célországok nem tekintenek ellenséges cselekménynek. Tehát mindenki azt hiszi, hogy ezek ilyen jófajta dolgok, hogy ENSZ 17 pontja, stb. Cselekmények láthatatlanok, nem hallhatók, és ezzel a taktikával tartják kezükben a sorsunkat. Alkalmazzák a félreértés taktikáját, tudományos tekintélyt, a világ sorsáit aggódók erkölcsi felelősségének látszatát, és ezek teszik gyakorlatilag sebezhetetlenné őket. Nem mindenki azt mondja, hát azok nagyon jó szemlék volt, hát adományoznak meg, jó programokat indítanak és hasonlók. És pont ez a trükk. Ezt kell megértetni az emberekkel, hogy itt van a trükk. Az ellenséges entitások a legjelentősebb gazdasági, technológiai, média, kulturális, kognitív, politikai hatalom szereplői. Ez megsemmisíti a nemzetek részéről a helyzet komplex megértését és hatékony ellenállás minden képességét. Tehát, mivel hogy ezek ilyen tekintélyes személyek meg szervezetek, ezért mindenki azt hiszi, hogy ez így normális. Az ellenség rendkívül kifinomultan teszi, amit tesz, rengeteg hangszerrel tökéletesen fel van szerelve, így képes az egész világon játszani végzetes játékát, miközben megőrzi ártatlansága és jó szándéka látszatát. Tehát ezt értenünk kell, hogy itt az egész egy nagy csalás, és addig, amíg ezt valakik nem értik meg, addig maradnak alvó állapotban. Az emberiség ellenségei olyan nemzetközi szervezeteken keresztül működnek, melyeket semlegesnek, az államok és népek számára előnyösnek tartanak. Tehát például ugye az ENSZ, a WHO, az IMF, a Világbank, Nemzetközi Fizetések Bankja, a WTO, ez a kereskedelmi szervezet, a GAVI, ugye a Gyógyszeripari Egyesülés, UNESCO, ami a kulturális szervezete az ENSZ-nek, UNICEF, EU, NATO, stb. Tehát ugye mindegyiket úgy állítják be, mintha ez valamiféle hasznunkra lenne. Ennek a hatalmas nyílszíni összeesküvésnek cinkosaiként jelennek meg a világ államainak kormányai, parlamenti demokrácia színdarabját játszó politikusai, politikai pártjai, melyek ezen okkult erő bábjává váltak, akik hozzájárulnak az általuk irányított népek népjöttársához. Tehát a politika, az egész parlamenti demokrácia az része ennek az összeesküvésnek. Számtalan titkos vagy féltitkos társaság terjeszti az ellenség befolyását. Szabad különösség, Royal Institute of International Affairs, a Chatham House, Tavistock Intézet, Római Klub, Bilderberg Csoport, Trilaterális Bizottság, Világgazdasági Fórum. És akkor milyen háborúkat indítanak, ugye egészségügyi, látjuk ugye a járványügyet, gazdasági, politikai, kulturális, ideológiai, pszichológiai, ezeket mind egyszerre csinálják. Itt ott, amott a lényeg a felforgatás, ugye? És ami érdekes, majd figyeljenek rá, UFO háború előkészületben. Tehát olyan mesét fognak eladni nagyon reálisan, mint hogyha létező lenne, ami rossz álmainkban se volt eddig. Ellenséges entitások különböző elemei között látszólagos rivalizálás hozzátartozik az uralom stratégiájához, tehát nincs közöttük jó és rossz, mindegyik rossz. Tehát az, aki abban bízik, hogy majd a valamelyik kis pártjuk most a parlamentben, vagy a mint tudom, hogy valamelyik szervezet, amit hivatalos, ez mind hívó ábránt. Ezek mind ugyanahhoz a színdarabhoz tartozó kellékek. A világgazdaság ellenőrzött lerombolása, az államok meggyengítése zajlik, amivel szintén az új világrend alapján történő újrakezdést szeretnék elérni. Arra kényszerítenek bennünket, hogy egy folyamatos apokalipszisben éljünk, mintha ez lenne az új normalitás. Időjárási rohamok,
háborúk, mindenféle gazdasági kényszerek, ezeket direkt csinálják. És akkor itt van ugye az ENSZ-nek ez a 17 pontos agenda 2030 dolga, amiben nagyon szép dolgok vannak, szegénység leküzdése, vizek tisztává tétele, éhínség, stb. De ez a szép köntös, ezt azért teszik, ezt mindenki aláírta, minden világ, minden ENSZ tagállama, és azért teszik, hogy ennek a köntösében csinálják meg az aljas terveket. Ugye a WHO-ról külön fogunk majd beszélni, Marian fog róla előadást tartani. Magyarországi további elemek, ugye politikai entitások, államgépezet, média, Magyar Tudományos Akadémia, cerebek, áruló, jogalkotók, akik ugye becsempészték már azokat a jogszabályokat, amivel felszólalni se lehet ellene. Az egészségügyi szereplői, oktatási intézmények. Ezt a második védőbeszédemből idézem ezt az ábrát. Tehát az a lényeg, hogy itt újfajta szembenállás van, nem bal és jobb oldal, nem egyes politikusok, nem vallási csoportok, stb., hanem az új világrend, a zsarnokság és annak ellenzői ez a szabadság. Tehát ezt kell értsük, hogy itt nem ugyanarról van szó, mint eddig. Mitől fog sikerülni az egész, amit tervezünk? Most már megvan minden forrásunk, információnk, tudjuk, hogy hogyan kell összefogni, kell még sok isteni bátorság, az Istentől származó szent dolgok alapjára építkezni, például ugye a Szent Korona, haladnunk kell, mint a rakéta. És a cél az az, hogy sokan legyünk. Ezt lehet számolni. Tehát például az Kita Egyesület, amelyik egyik tagja ennek az összefogásnak, most olyan 550-600 közötti létszám, meg kéne nézni, hogy egy hónap múlva, két hónap múlva mennyien vagyunk. Az a szervezet, amelyik nem tud gyarapodni, az nem jól végzi a dolgát. Valamit másként kell csináljunk. És akkor mi a célpiac? Ugye az ismeretek, amiket most itt összerakunk, ez tartozik ide. Ellentámadást kell indítani, ahogyan tegnap nagyon jól elmondták itt a felszólalók, hogy állandóan piszkálni kell, állandóan, mert ebbe belefáradnak és nincsenek fölkészülve rá. Független, önellátó közösségek kellenek, állandó összefogás kell, média, marketing, hogy eljussunk mindenkihez. És a stratégiát aztán nyomon lekövetni, hol tartunk, és meg kell határozzuk a lépéseket, ezeket itt kell megcsináljuk, Sarospusztán, és újra és újra tekintsük át, hogy hol tartunk. Hát körülbelül így szerettem volna összefoglalni azokat a fő elemeket, amivel gazdálkodunk, dolgozunk el következő időben. Köszönöm szépen! Kezdenünk a 12 előadónak az előadásait. Először akkor én is nézem magamnak a 10 percet, igen. És akkor csak így lehet, hogy röviden beszélni arról. Én a koronáról szeretnék egy kicsit beszélni. Túl Zoltán József kapcsán említettük meg a címbe. Túl Zoltán Józsefről tudni kell. Ugye egy kiváló jogtörténész volt, meghalt. Kicsit a halála se egyértelmű, hogy történt. De ő azért tiszteltem nagyon, hogy nem félt a végén, már mindent el mert mondani, mindentről mert beszélni, ide kell eljutni az embereknek a szemkorona kapcsán is. Ő benne volt, ugye, amikor az alaptörvényt létrehozták, az alaptörvénynek az egyik vezetője volt az alaptörvény megírásának, csak fél év se telt el, 3-4 hónap után kirakták, és utána amikor ő kezdte mondani, hogy mire kell figyelni. De nagyon sok mindent bele tudott tenni, például a jogfolytonosságot nem tudták kivenni, tehát a szemkorattal most is jogfolytonos, tehát erre lehet tartozni az alaptörvénynél is, ami van. És ő közeli kapcsolatban volt például Orbán Viktor a gyerekerényén keresztapa, de aztán megszakadt ez a kapcsolat, mert ő ment tovább az útján és képviselte azt, amit kell a magyar embernek. Jó, nagyon jó volt, hogy egyetemre járt, ilyen tartott Szent Korona tanfolyamokat a jogi egyetemen, és beszélt
arról, hogy mi a Szent Korona jogrendje, de hát ezzel is nagyon sok fiatal meg tudod nyerni ezen a vonalon. Ezt kell csinálnunk, ez a legnagyobb feladat ma is, hogy a fiatalokat valahogy megnyerni, visszahozni ide a Szent Koronához, beszélni róla. Én hirdettem Heves megyébe egy Szent Korona rajzpályázatot általános iskolásoknak, középiskolásoknak, amit nagyon jó sikerült, rengeteg anyag jön be, nagyon szép dolgok jöttek ki. Ezt minden megyébe meg kéne csinálni, hogy a fiatalok egyáltalán tudjanak, halljanak és érezzék át, hogy mit jelent tulajdonképpen a Szent Korona. Röviden csak annyit mondanék a Szent Koronatanról, ugye, hogy a Szent Koronatan a szkítaságnak a jogrendszerének a rögzítése, ezt Verbrücce leírta, hogy a szokásjogrendszer, az itt a szokásjogrendszerből alakították ki a Szent Koronatant, ami meghatározó és ami jó, ami működőképes ma is, tehát ezt így kéne előtetnünk. Ha a Szent Korona országát bevezetnénk pillanatok alatt, tehát hogyha tömegeket össze tudnánk szedni és át tudnánk állni, gyakorlatilag egy nap alatt meg lehet változtatni az országot, hiszen alap kritériuma, hogy abban a pillanatban, ha létre tudnánk hozni egy alkotmányozó nemzetgyűlés, amit dolgozunk, hogy esetleg amikor eljön az idő, de nem tudjuk, hogy mikor jön az idő. Nagyon sok ember van, most sok csapat van, sok csapat is, aki itt van, mindenki teszi az útját, igen. Menni kell különféle utakon, kinek mi jön le, hogy szolgálja Isten, hogy szolgálja a Szent Koronát, hogy szolgálja hazát. De össze kell érnünk, és én azt hangsúlyozom most is, hogy mindenkinek érezni kell a lelkében, hogy most eljött az ideje. Annak idején, mikor a hírt megkérdettem én is a sorsfordító nemzetgyűlést, akkor teljesen azt éreztem, hogy ez fog sikerülni 150 embert összegyűjteni, de nem. Ez nem ment el az ember kedve, csak annyi van, hogy nem volt itt az idő, korai volt még, tehát nem kellett volna akkor megcsinálni. Viszont mindenki figyelni, és figyeljük egymást, mert ha eljött az az idő, például most Kovics Jánosnak van jó kezdeményezés, a pártmentesség, a pártmentes állam, ebbe is össze tudnánk fogni valami ilyen gondolatokba, mert a Szent Koronatan segítségével egy nap alatt, hiszen az van, hogy minden jobb forrása a Szent Korona, tehát holnaptól se az EU jog, se a NATO jog, semmilyen jog nem érvényes, minden föl lehet dugni erre hivatkozva, akkor minden anyagi jó forrása, amit elvettek tőlünk a akkumulátorgyárak, stb., amik itt ülnek a területek, amiket megkapnak ingyen, kínaiak, mindenki, aki minden gyár, aki betelepül a magyar földet, ingyen megkapja. Izrael él talán a Szent Korona szemünk, mert ott egy négyzetmétert nem lehet megvenni idegeneknek, ha nem izraeli állampolgár az illető. Tehát ezzel megint lehet vissza lehet venni mindenkitől pénzt, mindent vissza lehet venni, mindent föl lehet függeszteni, és ugye ami törvénytelenség jogot nem alapít, ezzel a rendelettel, pedig ami szintén a Szent Korona alapja, ezzel meg átkét számon lehet kérni mindenkit. Tehát aki törvénytelenül járt el, törvénytelen dolgokat hozott létre, törvénytelenül vitt el pénzt, törvénytelenül tett tönkre embereket, kárpótlásokat megcsinálni. Tehát gyakorlatilag mindent lehet, és ha ezt megcsinálnánk a Kárpát-hazában, akkor megvalósulna, hogy újra összekapcsolódna Magyarország, mert először Magyarországon ezt meg tudnánk csinálni, akkor rögtön kapcsolódna hozzánk Szlovákia, mindenhol, a Kárpát-medencében, mert ők is látnák, hogy akkor meg tudják változtatni pillanatok alatt, ki tudnak a külső nyomás alá kerülni, akkor ki lehet telepíteni Közép-Európába, stb. És a világon el lehet terjeszteni, mert nincs más út. Annyira jogilag hazugságokkal lefedett a mai rendszer, ami van a világban, hogy semmi más nem tudja megdönteni, csak ez. Mert ez itt a maga a Szent Korona személyként is szerepel a Szent Korona jogrendben, tehát a Szent Korona nem vesztegethető meg, nem téríthető félre, nem változtatható meg, mint egy kormányfő, mint ahogy az emberek vannak akárhol. Tehát ezért is nagyon fontos lenne ez, hogy visszahozzuk. Állandóan készenlétben kell tartani, rá kell gondolnunk, mindig napra készen kell lenni, mert nem tudjuk, hogy mikor, mi változik a világban, amit Józsi is mondott, bármikor változhat minden, összeomlhat a rendszer, szerintem már omlik az egész, dől az egész világ, és már nekünk kell erősödni. Addig csak annyit kell csinálni, hogy egyrészt magunkba pozitív gondolatokat kell ültetni, meg kell érezni, hogy változhat a világ jó irányba. Ha pozitív érzés van bennünk, pozitív dolgokat tudunk kisugározni, azzal hatunk a környezetünkre, a családunkra, a gyerekünkre, mindenkire, ezáltal tudjuk áthozni hozzánk a békességet, stb. Ez is nagyon jó, így is meg lehet változtatni a dolgokat.
mert ha egy 10 millió ember így élne Magyarországon, akkor itt semmi gond nem lenne, minden jóra fordul, és minden jó menne. Tehát ez a feladat, készen kell lenni, figyelni kell a dolgokat, és ha figyelünk a dolgokra, készen vagyunk, akkor ha eljön az az idő, amit az Isten adta idő, mert sajnos az idő az Istennél van. Így jöhetnek jóslatokkal, hogy ez jósolja, ez másik azt jósolja, én ezt nem tudom elfogadni, mert nincs. Nincs. Csak a Jóisten tudja, még olyan jóslatot nem láttam, ami így megfogható és magyarázni lehet, de nem is ez a lényeg. Nekünk kell készen állni arra, hogyha eljön az Isten országba, már pedig a Szent Korona által leszáll Jézus ide közénk a Magyarországra, és akkor megtörténhet minden. A mai világ tényleg röviden még egy mondat arról szól, hogy az Ószövetség megvalósulása. Ha valaki olvas a Bibliát, megolvas az Ószövetségbe, gyakorlatilag a mai nap minden mondata, hát amit a Netanyahu mond, minden nap azt mondja, hogy mencs, írts ki ott, ugye, ha ellenfelet nem hagy életbe senkit, gyerekeket ír, hiszen az van, amit leír az Ószövetségbe, az ír magját, tehát a gyerekeket kell írni. 70%-a halottaknak gyerek és nő, tehát mindent megvalósul, és erről beszélnek, hogy nincs kegyelem, csak ha megölték őket, ha el. És a királyság gondolata és az Ószövetség bele van írva. Az Ószövetség királyságról beszél, világkirályságról, világ dolgairól. Csak nem mindegy, hogy milyen királyság, tehát ezért kell nagyon odafigyelni. És azt kell megvalósítani, amit mi mondjuk. Jó, nem is akarom húzni tovább az időt, akkor átadnám a következő előadónak a Nagy Gábor, a Szkíta önkormányzatról. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, én már Gábor vagyok, Veszprémi Vármegyei, Szkíta Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Hál' Istennek, ha nem vagyunk kérdő, miért annak idején, pontosan 10 évvel ezelőtt alakítottuk meg először ezt a Szkíta Kontrolátiságot, már egy kis Imrében, aztán bentünk az éve. Tavaly előtt megalakult már a miénk, a megyei, a Veszprémi, és az idén már 6 megyében van. Közjegyzői pecséttel állapotok alapító kiadta rendelkező megyei önkormányzat. És ez meg tovább megyünk látom, tovább megyünk is megy a szervezés. Például a mai napon 15-én éppen Zalaegerszegen van egy ülés, ahol az Zalaegerszegen fognak ki tanácskozni, ott is az a cél, hogy ebben egy részben, és ezt a kívül is megalakulnak. Miért gondolom azt, hogy része lehet ennek a folyamatnak a Szkíta Nemzetiségi Önkormányzatiság is, mert hogy látom, mert ha remélem, hogy az a tanácskozás egy mozgalomnak az eleje, hogy a barátok megfogalmazták. Igenis, legyen ez egy mozgalom, mert hogy mennyi értelmes, értékes emberek vannak a intézményen, csoport egyesülete van a nemzetben, akik képesek most már mozgalom szintén is működni. Tegnap este beszélgettünk arról, hogy kb. 3%-a a lakosságnak az, aki aktív felébredett állapotban van, és hogyha 10%-ot elérjük, akkor várható társadalmi változás. Ez is mozgalom csoda vezetett bennünket. És akkor miért önkormányzat? Kezdjük azzal, hogy miért Szkíta. A mai világban elsősorban átérhatóan részéről érezhető válságok sorozatát mindig egy erkölcsi válság idézőjelben. Tehát azon az állapotban, amit megyünk, én azt látom, sem politikai, sem pénzügyi, sem katonai módszerek nem tud változtatni. Csak egy emiatt sokkal magasabb erkölcsi szinten lehet ezt átlépni. Mivel nekünk, magyaroknak egy olyan gazdag és összevetett szakrális, illetve történelmi erkölcsünk van, ami ezt tartalmazza, ez ad egy alapot, ad a gondolási tőkét nekünk. A Szkítákat mindenki a történelemben lehet kölcsösebb társadalomnak jutta és tartalmának is. Valamit tennünk, hogy ezt a kölcs alapot, hogy nem használnánk el, hozzáigazik a mai korunk az igényeihez. A másik, hogy miért nemzetiségi az önkormányzat.
Én mondtam, hogy a kisebbségben vagyok időzőletileg azt a kisebbséget, társadalom belül. Én évekig tudom, hogy dolgoztam a nagyon szerencsém belül is abban, hogy megszerettem ezeket a problémákat. Én ebben nem látok lehetőséget, mert hogy a nemzet annyira tagolt és annyira ellentmondásos, pontosan a megosztottsága érvén, mert nem veszik valahogy teljesen más célra, meg identitásra van, akik úgymond a magyar állampolgárhagyat nem biztos, hogy vagyok, hogy ezt szerintem elhagyni, vagy túl sokáig tartani. Ezért érdemes lenne inkább abba gondolkodni, hogy az a mérhető nemzetudatossággal, és egyébként is a spiritualitásnak mint a tudatossággal rendelkező réte vagyunk. Egy nemzetiségként már nem tudjuk csinálni, tehát hogy nevesíteni, mert hogy a jogrendünk ezt lehetővé teszi, hogy mi nemzetiségként működünk, és miért a kormányzat, mert hogy önmagunk szeretnénk kormányozni az életét. Az erre van kitalálva. Azt, hogy mi nem használja a politikát, az egy más kérdés. Ezek a, ez a három alaptétel aztán úgy látszik, hogy nem csak az én fejemben rakolgatjuk össze, mert hogy egyre több követnénk találnánk, meg hogy ez a háttérhatalom, aki ami belemutatna életemezik, akkor a pillanatban megsemmisítésünket nevezik, annak megfelelően ezek az intézmény rendszerén keresztül végzik, a hálózat rendszerén keresztül végzik. Vannak nemzetek, ahol a nemzet már teljesen feladta, és már a nemzeti intézmény rendszerén keresztül is megy, már úgy ilyen érdekes helyzet alakult ki, ami ezek ellen akarunk fellépni, vagy valamilyen gyógymódot kialakítani, akkor egyénben nem fogunk tudni a eredményeket elérni. Nekünk is intézményi rendszerhez kell gondolkodnunk ahhoz, hogy a közösség elejét, illetve a tudásunkat összerakva tudjuk át alternatívákat adni saját magunknak és a soknak. Mert az önkormányzatosságnak az a legnagyobb előnye, hogy intézmény alapítással bír. És most kialakult az a helyzet, ez egy extra szállapot, ami az országgyűlés megtartotta ugye a most még csoportának nyilvánításunkra. Ez most bármit megtehetünk. Most önmaguknak tettek ezzel a boldogulat, de majd előbb beszélünk, hogy jól kell ezt mondani. Az implementációnak több oldala is van. Én szeretnék felolvasni egy azt, hogy kíván, talán az egyik legfontosabbat, hogy viszerint gondoljuk mi az egész. A társadalomban is egy kapcsolat lényeg az ok, amiért egyik vagyunk, és az az ember, amit ma is együtt vagyunk. Ez mozgat minden. Tehát az univerzumnak a 99%-ban lehetne annak az energiája, a szeretetből áll. Hogy erre építünk, akkor teljesen más eredmények elérünk. Az idézet úgy folytatódik, hogy a szeretet az összeköt minket, és a tisztelet, amely érdemességet a gondolása. Tehát azok a elképzelések, amiknek az újfajta önkormányzati modellben megindítottunk, hogy egy szeretet alakulásra van irányába mutatnak. Az a jövő számunkra. Nagyon fontos, hogy két dolgot megemlítenek, amíg még soha nem hangzott el, semmi sem más módon van a körbe. Az egyik az a két időbólnak a kérdés, a másik pedig egy elmegyőre kiemelt eseménynek a fejletett kérdése. Ezek mindenképpen befolyásolják. Nem csak a életünket, hanem mindenképp az életét, és azt gondolom, hogy a stratégiát fogunk építeni. Bocsánat, ezt a két dolgot újra nagyon nehéz érteni. Nagyon nehéz, nem is értem. Van ez a két ok, én addig kifület, hogy Edenna már nem. Jobban artikulálva és egy picit hangosabban, mert nagyon rossz lesz a felvétel kifelé. Kicsit hangosabbra. Tehát a két idővonal mennyi van? Akkor majd inkább a kerekasztal. Azért hívom fel erre a figyelmet, hogy erre figyeljünk oda, majd beszélünk is erről másról. Most nem arról van szó, hogy mindenki előadást tartanak, hogy mi az önkormányzatnak, mondjuk a lényege, hogy a mondani való, hogy a jövőbeli programja. Ugye tavaly augusztusban, amikor ugye elrajzoltuk a rövid, középtávú, hosszú távú programunkat, jelen pillanatban a rövid távú programnak az a lényeg, ez a felkészülés kora. Felkészülés arra, ami várható, illetve felkészülés arra, amit az új rendszerben a saját rendszerben értettünk hozni. Erről szól ez az időszak. És szerintem ne hát az időm is, nem húzom fel, a többit a kerekasztalon tudjuk beszélni. Köszönöm szépen!
akademikus kolléga. Kicsit hangosabban szól a hangfal. Hát egy lehetetlenre próbálok vállalkozni, de egy illusztrációként... Közelebb a mikrofont. Mennyire közel? Annyira. Egy 2018-as kiállításon már nagyjából fölvázoltam azt, amit ma szeretnék mondani, megpróbál beleférni a 10 percbe. Előtte egy fontos párhuzamot egy mai naphoz, Petőfi és egy ismeretlen történet, Kaspar Hauser története. Csak azért, mert ez a jelenkorunkat meghatározza ez a rejtett történet. Körülbelül azonos időszakban éltek ketten. Petőfit mi ismerjük, de nem tudjuk, hogy sokkal nagyobb jelentősége volt az ő személyiségének, mint gondolnánk. Kaspar Hauserről csak nagyon röviden, ő egy dinasztikus bűntény áldozata volt, Németország akkor még nem volt egyesítve, és ő a Bátori Nagyhercegség, ez a Németország legfejlettebb régiója volt. Annak lett volna a trónörököse, csecsemőkorában azonban elcserélték egy udvarban született csecsemőre, őt elvitték és egy tömlöcben nevelték föl, ahol nem tudott fölegyenesedni, elég magassági élő tömlöcben, és 12 éves koráig ott tartották, azt remélve, hogy nem tud megtanulni járni és beszélni, és nem lesz alkalmas uralkodónak. Majd utána kitették Nürnberg főterére, ahol Lelencként megtalálták, és ezt a nevet kapta, hogy Kaspar Hauser, nem tudták ki ő. Hosszabb történet nem akarom elmondani, könyv is jelent meg volna magyarul és több, de a lényeg az, hogy Pünköstkor jelent meg Nürnberg főterén, és elképesztő gyorsasággal visszapótolta azt a fejlődést, amit elvettek tőle, és pár év alatt egy rendkívül tehetséges, érdekes fiatalember lett belőle, aki éjszaka is látott, ha egy utcán végigment, ahol a házőrző kutyák üvöltöttek, ha bárki arra ment, az összes kutya elhallgatott. És amikor elkezdett emlékezni a születése körülményeire, akkor meggyilkolták. Méghozzá egy angol ügynök, Lord Stanhope. És amit sikerült kideríteni az elmúlt évszázadban, hogy ki lett volna ő, ha trónra kerül. Középen itt látható az a palota, ahol született, Karlsruhe. Ez egy 32 sugarú napkorongot ábrázoló palota. A 48-as európai forradalmi hullám, ami végsöpört Európán, egész Európát újraalakította volna, és Németország akkor egyesült volna, nem Bismarck alatt, sokkal később, és egy szakrális királyság jött volna létre, amit Kaspar Hauser ült volna a trónon. Ezt megakadályozták. Akik tudtak róla, az angol szabadkővesek és a jezsuiták. Ők ketten fogtak össze, hogy Kaspar Hauser kiírhassák. És meg kellett várni, amíg 21 éves lett, vagy 22, amikor megölték, 21. Mert a reinkarnáció törvényét ismerték ezek az okkult körök, és tudták, hogy ha túl hamar gyilkolják meg, hamar újra születik. Meg kellett várni a 21 éves korát, és akkor kigyírják, akkor távoli jövőben kilövik. Még annyit, hogy tehát Petőfi lett volna, aki előkészíti ezt, és ez a közép-európai népek, Magyarország és az ott egyesült Német Birodalom hozott volna létre egy szakrális királyságot Európában. Ez nem sikerült, de nézzük 1833. Ez az alak Németország
pozitív üzenete lett volna a világra, és ehhez képest létrehozták az ágyképét 100 évvel később, 1833 Hitler színre lépése. Ez egy történelmi ritmus. Tehát Európának azt prezentálták, ami a németség negatív ágyképe. És, de hogy tudták, hogy miért fontos ez a palota, a 44-es terrorbombázások, amit Churchill talált ki, azok a német városokat lerombolták, Porig. És ezt a karlsruhei palotát Porig rombolták, hogy nyoma sem maradt el. És hozzátette Churchill, hogy amikor megkérdezték, hogy neki ki a legnagyobb ellensége, azt mondta, hogy Schiller szellemisége. Föl tudjuk ezt mérni? Tehát Közép-Európa ellen folyik a háború, azért, mert Közép-Európa jelenleg a civilizáció centrum, és csak innen eredhet a változás, hogy az egész emberiségre kihat. Gyorsan végigszaladok a kiállítási koncepción. Ugye mikrokozmos és makrokozmos, ez nem analógia, ez ugyanaz. És a Jupiter északi sarka, egy űrfotó. Ez a 8 ágú svasztika. Ez a 4 ágú svasztika, amit Makovec Imre épített a fiaival a Velszi tengerparton, hogy az angol száz világhatalmat kiengesztelje. Az isteni szféra visszavonult a világból, és 1914-ben elengedte a felnőtté vált emberiség kezét, azzal a feladattal, hogy a kezünkbe adja a saját magunk fölötti uralom lehetőségét. Tehát addig az Istennek a gondviselés beavatkozott az emberi történelembe, itt megállt, elengedte a kezünket, és innentől fogva a mi dolgunk, hogy megtalálva a belső szellemi forrást, ami nem más, mint Krisztus maga, abból a forrásból építkezve átformáljuk a külső intézményi struktúrát. Mert a társadalmi szféra az, mi ugye a Krisztus impulzust először magunkba kellett fogadjuk, és ha ez megtörtént, az elmúlt 2000 évben valamennyire jutottunk ezzel, amikor a külsőt, a társadalmi intézményrendszert akarjuk átformálni, és ennek most jött el az ideje, az a Krisztus impulzus megjelenése a külsőben. Ez volt a kiállítás képe, csak mondom, ez a műcsarnoknak a 4 nagy terme, ami ezt az átalakulást akarta vizuálisan is és műalkotásokkal illusztrálni. Ugye a 19. században a háttérhatalmak érzékelték, hogy az emberiség felnőtt, és már nem lehet bizonyos titkokat visszatartani. Akkor ezeket elkezdték ezeket a szerepeket kinyitogatni, megjelentek a keleti tanítások, titkos társaságok kiengedték őket, de bizonyos bölcsességek is kijöttek, és hozzáférhetővé váltak. És itt egy könyvet említek, ez a C.G. Harrisonnak a 1894-es könyve, amiben először említik meg egy lehetséges szociális kísérlet létrehozatalát keleten. Ez a későbbi Szovjetunióról van szó. Tehát már az angol okkult körök már akkor eltervezték egy nagy szocialista-kommunista kísérlet megrendezését az orosz területen. És itt egy német szerzetes írta le a korszellemek időbeosztását. Itt vagyunk most, a Mihály korszakban. Előtte volt a Gábriel arkangyal korszellem korszak, ami magyarul is a természettudomány kifejlődését jelentette. Aztán átléptünk Mihály korszakba 1879-ben, ezek 354 éves ciklusok. És most az a feladatunk, hogy a materialista tudományt nem megtagadva, hanem kitágítva az érzékfelti szférába összekössük a szellemvilág tapasztalását a fizikai világgal. Vagy ahogy Makovec Imre fogalmazott, az eget és a földet össze kell kössük. Tehát most ez a feladatunk. Ez csak illusztráló, hogy így nézett ki a kiállítás külső-belső tere. Ez a kettő spirál, ez az evolúciós ugrásokat jelöli, tehát elindul a múltból egy időspirál, történik egy evolúciós ugrás, és utána egy újra táguló spirál indul a jövő felé. Tehát ezek a korszakok így követik egymást ezekben a ritmusokban. Itt volt ezek az idő küszöbök. A 1899 az megint egy fontos dolog, ez a Káli Yuga vége. A
Tehát annak a sötét kornak a vége, amikor az emberiség az anyagba süllyed, és utána elkezd emelkedni fölfelé. És 1914, az első világháború kirobbantása, ez a tradíció által vezetettségnek a vége, amikortól már erre a forrásra rá kell találnunk és újraformálnunk egy önigazgató társadalom felé az egész társadalmi rendet. Ez a hármas eszme jelent meg a világháború alatt, és ez azt jelenti, hogy a korábbi egységállami, ugrok egy párat előre, eddig az ábráig, hogy ez a változás zajlik most. Korábban egy egységállam, ami a szellemi élet, jogi politikai élet és gazdasági élet egy monolit egységét mutatta, amit a gondviselés és a vele összekötetésben lévő uralkodók működtettek, tartottak össze. Ez ért véget körülbelül 1914-ben, és a forma tovább fennmaradt. És az ellenfeleik ezt a formát akarják éltetni, de úgy, hogy ők tartják a gyepőt. És most egy globális, monolitikus egységállamot akarnak létrehozni világkormánnyal, világvalutával és egyebekkel. Miközben az emberiség az önigazgatás felé mozdult, tehát egy a szellemi életnek, a jogi politikai életnek és a gazdasági életnek valamennyire el kell önállósulnia kell, és együttműködni egyfajta szinergiában, de ezt már nem az egységállam tartja egybe, hanem a szabaddá vált individuum, ami mind a három területben aktívan részt vesz. Tehát ezt villantanám föl, mint egy előhang, és csak annyit mutatok még hozzá, és utána befejeztem, hogy ugye 2018-ban készült ez az előadás. A római klubnak a manipulált prognózisát láthatjuk itt, ami 2030-ra egy globális összeomlást jósol, és ugye ezt lefordítva magyarra azt írtam, hogy ez egy új világháború kockázata. Hát ennek a küszöbén állunk, ha hagyjuk. És itt van a transhumanizmus, a robotizáció, ami megint egy ma már elég jól látható, de és ugye a kapitalizmus zsákutca és a kommunizmus zsákutcája után a harmadik út az, amit keresünk, és csak finoman nem akarom a házigazdát, hogy mondjam, emlegetni, de ez itt Csányi Sándor gazdaságának az egyik robottraktora, aki évi 100 milliárd forintot fordít arra, hogy az élő munkától megszabadítsa a mezőgazdaságot, és totálisan robotizálja. Tehát ez is egy lehetséges jövő, de azt mondom, hogy nem e felé kellene mennünk. Úgyhogy ezzel fejezném be, hogy egy társulásos gazdaság felé kell elindulnunk. Ezt próbáljuk megkísérelni ebben a három napban ennek az alapvetéseit, és akkor világosá kell válni annak, hogy itt egy tanulási folyamat elején vagyunk. És azt is tudnunk kell, hogy igen, ma a civilizáció centrum a Közép-Európa. Akár tudunk róla, akár nem. Közép-Európa feletti uralomért folyik a háború. És ma úgy tűnik, hogy egyedül Magyarország az, aki még cselekvőképes marad. A németek padlón vannak. Többiekről nem is beszélnek. Ebben a történelmi helyzetbe kellene belállni. Köszönöm a figyelmet. Szólani. Igazából már harmadszor ülöm át a gondolataimat, hogy mivel készüljek itt az előadásomat,
és hát az eredeti tervem az adott halam, hogy beszélek az Árpád-kori őseink zseniális vízkormányzásáról, de igazából félre kellett vetnem, bár nagyon fontos, mert becsengettek. Bocsánat, világ első közünk rák és érrendszerű betegségbe, tehát ha van Magyarországon köztörvényes bűn, akkor az ez, mert itt nem ül olyan, akinek nincs érintettsége. De ezt félre kellett vetnem, mert ugye gyakorlatilag mi szeretnénk változtatni. És ugye a magyar észjárás az egy rendkívül zseniális szoftver. Mifelénk ezt úgy mondják, hogy a világ dolgait nem lehet angolozni, németezni, egyedül magyarázni. De hát az azt jelenti, hogy kedves barátaim, főkött tennem azt a kérdést, hogy mi a túrónak vagytok itt? Mit akartok? Tehát ez itt a fő kérdés. Hogy mit akarok? Tehát nagyon jó játék volt az az elmúlt 33 év, hogy kiengedtek minket a nyugati gyepüre, legelni a nagy nyugati Gorenyét, meg Videót, még emlékeznek az idősebbek erre a korszakra, és valójában mit értünk el vele? És megmondom, hogy igazad, nagyon rossz irányba volt. Magyar társainkat, még itt ebben a társaságban is, néha ellenségként kezelt. Mintha a másik magyar nekem ellenségem lenne, hol élünk itt? Persze én értem, hogy vizionálunk komoly ellenségeket, mert van itt rendek rendesen, és a teremtői akarat az úgy volt, hogy műveld, mindenki elfelejt, hogy két parancsot kapunk, műveld és őrizd. A művelt az nem azt jelenti, hogy ide nekem mindent, többit le lehet lőni. Az őrizd az viszont azt jelenti, hogy őrizzük meg ezt a földet, ezt az országot, ezt a nemzetséget, ezt a gondolatot, ezt a szoftvert, a gyerekeinknek a jövőnek. Ezek a lózungok valójában, mert rossz módszereket választottak. És hogyha egy ilyen csapatépítő tréninget csinálunk, olyan ronda idegen szavak ezek is, akkor tényleg el kell gondolkodni, hogy merre akarunk menni, miért is akarunk mi valahova eljutni. Aztán, amit leadtam előadás címet, akkor írtam azért dátumokat. Méghozzá én is azért rámutatok az őseinknek bizonyos okokozatára. Például 1326. Sokaknak nem mond semmit. Akkor alapították Magyarországon az első Szentgyörgy lovagrendet. Károly Róbert idejében vagyunk, aki egy kicsit távolabbi király volt az agráris királyságban, mint idegen elkezdte lenyakozni az urakat, az urak összeültek és azt mondták, jó, de hát kivel fogunk itt kormányozni, az összes nemes urat már lenyakozta. Hát most már maradtunk egy páran, mondjuk 50-en, és összehajoltak, és egy szociétátét, egy szövetséget kötöttek, amit még az egyház fők is aláírtak, mert ők az ő nyakuk is ott voltak és. Aztán jöttek utána a következő korszakok, ugye a Rákóczi szabadsághoz, ami a török után csak emlékezzen mindenki. Még a nemes urak se kapták vissza a birtokaikat. Hát persze, akinek meg, aki meghalt, az nem kapta vissza, akinek egyébként elégett, az azért nem kapta vissza, aki meg tudott mutatni papírt, az csak a 10%-a csökkentettet kapta vissza, hát persze volt egy Rákóczi szabadsághoz, egyik legtisztább szabadsághoz. És akkor nem megyünk tovább, ugye még előtte volt egy Dózsa szabadsághoz, amikor ugye a magyar parasztságot megint bevittük egy keresztes háborúba, aztán jól becsaptuk, félúton megfordult a csapat, hát ismerjük a történetet, nem egyszerű. Aztán jött akkor utána az 1848-as. És ott is föl kell hívni a figyelmet egy dologra. Kossuth Lajos volt talán a világ első olyan pénz Kossuth bankok kiverése, ami mögött nem voltam elsősorban arany és ez is fedezett. A hit, a bizalom volt mellette. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 2023-ban, 2024-ben, a harmadik évezred küszöbén. Küszhetünk ám a gőzmozdony ellen, mikor már lassan drónokon közlekedünk, meg fénysebességű vasúton. Küszhetünk ám a digitális pénzek ellen, mert csak a fiat pénzek a működők. Sajnos a világ, a korszakok, a rendszerek azért változnak. Nekünk valójában gondolkodni kell azon, hogy mi a hasznunk és mi az előnyünk. Azért, hogy ahogy idéztem már, József Attilát rendbe tenni közös dolgainkat. Ezért, és akkor volt még pár dárdó, hogy ugye az 56-os forradalom, ahol számomra az egyik üzenet az volt, és az fontos dolog, hogy a választás helyett kiválasztottak a nemzeti tanácsok vezetői. Persze, ott is volt a félelem, portélyos félelem igazra, ott is volt, hogy hát, én mégsem, de mégis olyat raktak maguk elé a nemzeti tanács vezetők, akik bizalmukat adták. Tehát, hogyha mi a harmadik évezred küszöbén
megpróbáljuk rendbe tenni a dolgainkat, akkor el kell gondolkodni, hogy mi magunk mit akarunk csinálni. És nagyon jól felvázolták itt az előttem, hogy egy, legyen egy stratégia. Stratégia, mint a saptámán, itt dől el. Az nem nyilván. Itt a fejbe játszolik. Amikor viszont a társaság eldönti, hogy mi legyen a stratégia, lehet ám passziánszozni, sakkozni, römizni, sok mindent lehet csinálni, mindegyiknek van egy menetrendszere, hogy hogy jutunk el A-ból a B-pontba. Onnantól kezdve viszont az van, hogy taktikai lépéseket kell, tehát a döntések után taktikai elemeket fogunk betenni. Mi erre készülünk. Ez a közösségnek a mozgatóiba van azért annyi felelősség, hogy olyan taktikai elemeket akarunk majd felsorakoztatni másoknak, hogy az az övé is legyen valamilyen szinten és elfogadja. Amit nem tudunk, ahogy meg együtt kell működni, mert a tudás, a legnagyobb természeti erőforrásunk az a magyar társadalom szellemében van. Tehát amikor az van, hogy mi rossz útra akarunk kanyarodni, akkor igenis kell vállalni az itt ülőknek, meg a nem itt ülőknek is az, hogy figyeljetek, lassítsatok, máshol van az utatok. Az A és a B pont mindenkinek ugyanaz. Halál helyett az életet kell választani. Tehát gyakorlatilag azt mondtuk, hogy a néphez kell szólni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert mi különböző kis mozgalmak eljátszottunk, de nem nyitottunk ki valójában a nép fele. Néha úgy is szoktam mondani, hogy a Tesco népe fele, tehát a nagy közösségek fele. Hanem ilyen szűk közösségeket csináltuk. A szűk közösségek nem igazából tudtunk együttműködni. Aztán akkor rájöttünk, hogy mégiscsak ki kell nyitni. Ugye át kell térni a Windows helyett a Linux-os szoftverekre, most nem a reklám helyett. Ami azért egy nyitottabb rendszer. És azt mondjuk, hogy mi fogja, meg kell kérdezni, mi érdekli a népet? A nép hatalmas veszteséget számít. Kérem szépen, kiszámolták a stratégiáink, hogy minden család, gyakorlatilag minden kis ember a rendszerváltás óta, tehát nem a rendszerváltás előtt, a rendszerváltás óta 20 millió forint személyenkénti vagyonvesztést ért el. 20 millió forint. Az azt jelenti, hogy nem volt az önök zsebében, nem tudta ráfordítani az életére, a házára, a családjára, a tanítatásra, és semmire. És lehetett elkogyavetjén is természetesen. Tehát annyira eltávolodott a politika az emberektől, és azt mondjuk, hogy azokat a dolgokat kell megfogalmazni, mert az embereket érdekli, és ezeket az embereket kell megsegíteni. Még egy fontos dolog, a mi gondolkodásunk szerint. A Magyarok Szövetsége mindig azt mondta, ami mozgalom, hogy sohasem valaki ellen, hanem valami ért küzdünk. Én ezt most már kicsit szigorúbban fogom, és azt mondom, változtassuk meg az irányt. Nem az kell, hogy nem. Nekünk kell megfordulni, és azt kell kérdezni, nektek miben segíthet. Tudom, a magyar az ilyen. Ingyen jön adni, az biztos lopni. Tehát biztos, hogy lopni megyünk, de nem lopni, akkor adni szeretnénk. Persze, Katit nem lehet házba vinni, hanem akar. Világos. Tehát ezt is le kell győrni, mert a folytatós félelem igazol. És ennek az egyik eszköze a szeretet. Tehát nincsen más útunk, mint az, hogy megfordítani az irányt, az emberekhez szólni, és azok az értelmes mozgatók, akiknek vannak eszközrendszerek, azokat felsorakoztatni, és mi erre megpróbálunk nyitni, tehát én azt kérem mindenkitől, hogy próbálja követni ezt a csapatépítő tréning kezdeményezést. Igazából a másik, hogy ennek biztos, hogy lesz folytatása, hangosan mondom, hogy a főszervezők felett, azért mindenkit hívok már most 2024. augusztus vége felett 15 környékén Magyarok Országos Gyűlésére, ahol biztos lesz Magyarok Szövetsége sátor, ahol szintén teret adunk ezeknek a gondolatmeneteknek, tehát mindenki jöjjön el. Mi ezt annak idején 2008-ban azért indítottuk, illetve úgy vesztük be az első 2009-es magyar, hogy milyen jó volt 3 napig magyarnak lenni. Hát, kedves barátaim, mi 365 napig szeretnénk évente jól élni magyarként. Tehát ez az indítatás, és ezt higgyék el, hogy ezt őszintén akarjuk, ezért nagyon keresjük a szövetségeket, és még egyet elmondom. Mifelénk, önök is ismerik azt a közmondást, hogy amelyik kutya ugat, az nem marad. Mifelénk ezt nem így mondják, vagy úgy mondják, az a kutya ne ugasson, amelyik nem tud haladni. Tehát, mivel nekem most kicsengedtek, mert lejárt 10 percre, ezért azt kérem, hogy mindenki menjen haza, tegye rendbe a fogsorát,
fenyegi. Sohasem valaki ellen, valamiért fogalmazok. Nem mi nekünk fontosak ők legyenek nekünk. Ő nekik legyünk mi fontosak, ki kell kényszeríteni egy újfajta kiegyezést, egy új szövetséget, egy új létet. Minden lehetőségünk megvan, hiszen az eszközök között meg mondtam, hogy a Jóisten megadta a feladatot, művel és őriz, de azt is megmondta, hogy hogyan. A második, az első, azt nem mondom, ezt lebagatelizálták. Ne féljetek! Köszönöm! Köszönjük szépen! Nagyon fontos volt, amit mondtál, hogy valamiért. Tehát ma a jogrendszer, nem tudom, biztos emlékeztek még a... volt ez a négy vagy öt ember, akivel kiment 150 katona, rendőr, elvitték, stb. Előállítottak ebből hármat, ugyanezt megcsinálták Németországban, és 5000 katona ment ki, helyszíni videókat készítettek, és folyamatosan a családjához, a rokonságához is, és folyamatosan készítettek megfélemlítés. Tehát a mai törvényekben az van, hogy ha most valaki ellen beszélek, vagy itt egy ilyet mondanék, itt már rögtön elvileg, jogilag már el is vagyok ítélve. Tehát ezért kell valamiért, de valamiért. Itt a Szent Korona. A Szent Koronata nincs más megoldás. Vagy mit tudom én, van itt a Jussis is, ezzel is beszéltem, az is egy érdekes dolog, majd arról is beszélhetünk a később, majd ha lesz a... hogy igen, hogy azzal is lehet segíteni. Ez következzen akkor Fülöp Tamás. Nincs. Fülöp Tamás? Nincs. Nincs itt Fülöp Tamás. Akkor Juhász Zoltán családta. És nincs itt Bene Gábor. A másik is a felvételhez, viszont be fog rezonálni a kettő. Igen. Nem kell. Akkor viszont hangosan, felvétel miatt. Oké. Sok szeretettel köszöntöm a kedves tisztánlátó honfitársainkat. Azt gondolom, hogy aki itt van, az mind tisztánlátó. Mert látja a problémákat, látja. Hangszórók nem mennek, Józsi. Nem? Hangszórók nem mennek. Megyen, ha jól jön a mikrofon, és akkor lehet valami. Ehhez? Nem jó van föltéve. Jó, valóban, de ez halljuk. Halljátok? Nem. Nem halljátok. Akkor azt is, akkor ezt vegyem be. Ez lehet halad? Jól jel. Így most, igen. Sok szeretettel köszöntöm. Közelebb a mikrofon. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én azt gondolom, hogy egy nagy napra érkeztünk el. Én azt gondolom, hogy ez az újjászületésünk napja. Mégpedig ez március 15-e. A nemzeti újjászületésünk napja. Én orvosként és a orvosok a tisztánlátási mozgalom keretében indított, majd később az KITA Egyesület keretében indított, gyermekeink egészségért választható oltásokat című mozgalomnak lettem az egyik főszervezője. Valójában véve egy társadalmi igénynek lettem tulajdonképpen a csatornája, a csatornázója, amely során arra jöttünk rá, hogy itt nagy problémák vannak a társadalom minden területén, és ezen belül az orvoslás az egészségügyi gyógyítás területén is. Ezért választottam az előadásomnak a címét, hogy nem uralkodni, hanem gyógyítani. Szeretnénk. Mi gyógyítani szeretnénk ezt a világot, ezt a társadalmat, és gyógyítani szeretnénk embertársainkat. Az alternatív társadalmunk konszenzus minimális szélrendszere lesz tulajdonképpen a végső téma, amit szeretnék majd nektek elmondani. Ezzel kapcsolatosan itt van leíratva, kétoldalas anyagban, mindenki vehet majd belőle, 200 példányban készítettem, egyetek majd belőle fogom tenni. Az úgynevezett eszenciája a patrióta szervezeteink által az elmúlt 2-3 hónapban, vagy több is még hónapban, Makovec klub keretében lecsatérnáinknál elindul úgynevezett együttgondolkodásnak az eszenciája, hogy mi legyen a mi
erkölcsi, etikai fundamentumunk ennek az alternatív társadalmunknak, és mi legyen az a célrendszer, egy általános célrendszer, ami nem megosztó, hanem egyesítő. Mert ez a lényeg a dolog, hogy itt egyesíteni akarjuk az erőinket. Tulajdonképpen itt tömegnek azok a nagy kérdések, amiről itt már sokan többen beszéltek, illetve a korábbi évek során mindenki tölt a fején, hogy valójában milyen súlyos kihívásokkal kell szembesülni 2024-ben. Ezen belül hogyan védhetjük ki ezt a globális kérdésnek a várható hazai csapásait, mert itt valójában mivel a hazai dolgokról beszélünk, és milyen szegő és célprogramot tervezünk magunknak. Milyen tervek van? Ez egy alapkérdés, itt is felvetődött az előbb, hogy milyen tervek van a globális kérdezett hazai csapására kivédelésére és a családjai túlélésére. Néhányat felsoroltam azok közül a várható csapások közül, amely mindannyiunkat érinteni fognak. Első körben a cenzúra, az e-kommunikáció teljes körű blokkolása. Ez a DSA törvény, ami 2024. február 17-én Magyarországon is életbe lépett, ez tulajdonképpen az új magyar államvédelmi hatóság, amely azt bárkit tulajdonképpen kipécészett magának, és úgy dönthet, hogy államellenes bűncselekményt követel azzal, hogy olyan információkat terjeszt, amit akár valós, akár nem valós, akkor is az állam érdekeit nem szolgálja, és illetve persze bárkit, hogy is mondjuk, rács mögé tehetnek. A másik ilyen nagy csapás, ami várható, és közel nagy csapás, itt prioritási sorrendben is próbáltam gyűjteni, az a hiperinfláció. Az infláció már most Európában és Magyarországon igen komoly mértéket öltött, de ez fokozódni fog. És itt elsősorban a végső borzalom, ami várható, az a pénzüket nem tudjuk lenni bankokból. A bankrendszer leáll, a pénzügyi gyakorlatilag kártyáinkat nem tudjuk tudni használni, és sajnos olyan. A következő a munkahelyek elvesztése. Nyilván nincs pénzünk, és nem lesz munkánk, akkor tulajdonképpen jön a következő, a éhezés. A munkahelyek elvesztése mellett jönnek a mesterséges járványok, amik szintén robbannak bennünket, ami nem teljesen a Covid-dal. Jön az energiahiány. Az energiahiány már itt kopog az ajtónkon, azzal, hogy megszüntették az orosz és európai energiacsatornákat. Jön a vízhiány, amit mesterségesen produkálnak. Mind mesterséges dolgokról van szó. Az élelmiszerhiány természetesen hozza magával az éhínséget. Az ipari termelés leállása, illetve a műszaki áruhiány tulajdonképpen a gazdaságunkat, illetve a élet kilátásainkat tovább rombolja. Egészségügyi ellátások leállása, ennek is már jellemző tüneteit tapasztaljuk. A kórházakban, illetve járványbeteg intézményekben, sőt magában az egész közegészségügyi területén. A közszolgáltatások leállása, a személyszállítás, közösségi közlekedés, oktatás, illetve a logisztika, amikor leáll, áruszállítások, áruelosztások, utásszolgálatok. És utána jön a legvégső két dolog, az egyik a kormányzat és a közigazgatás összeomlása, illetve később után rendvédelem összeomlása, amely után anarchia, fosztogatások, utcai harcok és gyilkosságok formájában fog kicsúcsosodni. Ki fog ebben segíteni, hogy ez ne így legyen, és hogy ezt kivédjük? Ez NATO, WHO, kormány nevetséges. Nem hiszünk, nem értjük. Egyik sem. Vedd kezedbe a saját sorsodat. Ez az, amiről itt mindannyian beszélünk. Végre nekünk el kell döntenünk, hogy mit akarunk. És ezzel az úton el kell indulnunk. Ha ezt mi nem teszünk meg, helyettünk senki más megtenni nem fogja. Tehát teremtsünk tehát egy új, egy élhető világot, mert ezt a mostanit elrontották. Nem mi rontottuk el, akik elrontották, azok számítosan rontották el. Segíts magadon, mert akkor az Isten is megsegít, ugye ezt mondja a régi szép magyar közmondását. A magyar autonóm civil közösségeknek szerintem ez van az egyik ilyen első nagy zászlóbontó rendezvénye, ahol összeszerveződő, alulépítkező, autonóm, önfenntartó, önállátásra törekvő szeretett közösségek szövetségére lépő szeretett közösségekről szeretnék itt beszélni, mert ez a célunk, az összefogás. Csak együtt vagyunk képesek ezt az egész borzalmat megállítani, és új utakat megállítani magunk számára.
autonóm civil közösségek két alapvető problémával kell szembesülni minden autonóm civil közösségek. Az egyik az, hogy helyben megoldható problémák. Ezek valójában véve olyanok, mint ezek. Igen, de vannak helyben nem megoldható problémák, amihez viszont csak és kizárólag összefogás kell. Gondolkozz, hogy ezt úgy fog tudni megoldani, nem helyi problémákat. Magyar autonóm civil közösségeknek a kihívásai. Hát első kihívás például az maga az energia. Hogy lehet az energia fronton történő változásokat kivédeni? Hát úgy, hogy helyi szolárfarmok, geotermia, biogáz, vízbontás, stb. Tehát ezek a technológiáknak a beindítása mindenképpen a civil közösségeknek kell egy fontos célrendszernek része legyen. A víz, útfúrás, esővízgyűjtés, patakok, tavak, helyi víztisztítás, beindítása. Mindenképpen foglalkozunk kell a vízzel, mert a víz az egyik stratégiai elem, ami a 21. század legnagyobb kihívása. A következő az áruhány, élelmiszerhiány, illetve a vetőmagtakarmány, helyi szaporítás, saját előállítás, cserekereskedelem, lakossági közszolgáltatások. Helyben, helyi közösségi kézben, önállátás, logisztika ugyanez. És itt jön majd a hiperinfláció kapcsolódók, helyi közösségi pénz bevezetése. Ez az egyik legfontosabb dolog, mert kell egy általános csereszköz, amivel majd ezek a mi kis közösségeik a gazdasági tevékenységüket folytatni tudják, hogy ez működjön. Ipari termelés leállása, saját előállítás, cserekereskedelem, munkahelyek elvesztése, csatlakozás a helyi falu közösségekhez. Aki elveszíti a nagy globális vállalatoknál az állását, a munkáját, az menjen el magán gyakorlatilag szerzőközösségek által, falu közösségek által szervezett helyi vállalkozásokhoz. Mesterséges újabb infláció, újabb járványok, izolációs természetes gyógymódok, vissza a természethez, a természetes gyógymódokhoz, csak így tudjuk magunkat és az immunrendszerünket megerősíteni. Ne számítsuk, hogy a Big Pharma bennünket gyógyítani akar. Ez egy tévedés. Állami közigazgatás összeomlása, önigazgató, falu közösség. Falu közösségek állítsák fel a saját önvédelmi rendszerüket, rendvédelmi esetében ugyanez, közösségi rendvédelmi erőket kell felállítani, ne számítsuk arra, hogy az államnak bennünket bármilyen szinten megvéd bármitől. Autonóm civil közösségek, szövetségben a többiekkel segítve, támogatva egymást, keresve mindenhol az újabb szövetségeseket, látva egy közös célt a túléléshez. Ez az új antiglobalista célmodell, amelyen sokat dolgoztam én, és ez a magyar aranykor, a harmadik út. Ennek már számos elemeiről hallottunk, nagyon sok eleme már megvalósult bizonyos közösségekben. Ez folyamatos dolgozás alatt és csiszolás alatt van ez a Magyar Aranykor programunk. Ez a harmadik út, ez tulajdonképpen koherens és egybevág az összes eddig ezt felszólaló véleményével és gondolataival. Magyar Aranykorban a falu közösség, autonóm alulról szerveződő, helyi erőforrásokra építő, önfenntartó ellátásra törekvő helyi kis közösségek, ahol a termelők, azaz a biogazdák, a fogyasztók egy csapatban vannak. Ezek az összeredő virtuális falu közösségek egészséges, táplálatos és környezetudatos minden ökocsaládot alkotják. Magyar Aranykor, ez a harmadik utas programunk célja, a civil falu közösségek hálózata vegye le az egész Kárpát-medencét. A falu közösség szövetsége határozza meg a vármegyék belső gazdasági és politikai működtetését, az állam irányítását, valamint szervezze meg a honvédelmét. De új ősi történeti alkotmányok és a Szent Koratan alapelvén építkezve hozzuk létre az autonóm civil közösségi mozgalmak szövetségét. Ez legyen az új vérszerződés. Ezt kívánom. És teremtsünk egy új világot, mert ezt a mostanit elrontották. Hogyan? Nemzeti egyetértési minimum célrendszer alapján, amelynek két oldalas leíratát ebben az anyagban mindenki elolvashatja. 200 példányban megvan, de leteszem, csak így érdekel, szólvas rá, mert erre a 10 percen a kutya a szidomész elmondja. Úgyhogy sok szeretettel köszöntök mindenkit, és mindez 2024. március 15-én a Nemzeti Újjászületésének ünnepén. Tehát, ami elhangzik, mindig nagyon fontos, tehát a kis közösségeket kell szervezni, de ugyanakkor nyitott szemmel kell járni, és a nagy politikára is kell tartani. Ne felejtjük el a kettőt, párhuzamosan kell. Ha önmagában szervezem a kis közösségeket, hiába jutok akárhova, lefejeznek bennünket, ha politika halad előre. Tehát oda kell figyelni, és a politikát is állandóan citálni kell, hogy változzon. Jó? Következik Borkovics Kovács János. Teljesen nehéz helyzetbe hoztatok, mert én nem voltam elkezdve előadással.
De azért, hogy pár mondatot hagyj, mondjak egy pár szót erről a pártpolitikai mentes szerveződésről. Hogy én valamikor, amikor még 12 éve ezzel visszajöttem Magyarországra, akkor elkövettem azt a hibát, hogy a szétoszló kisgazdapártnak az egyik ilyen kis részét elvállaltam, hogy megpróbáljuk újra szervezni a kisgazdapártot. Elkezdtem járni az országot, és valahogy mindenhozzal találkoztam, hogy mi a fejének akar szervezni egy pártot. Mindenki csak lop, csak hazudik, ha miért lennél te más, mint a többi. És teljesen igazuk van, mert én is ugyanígy gondolkozok ezzel a dologra. De látom, hogy a pártszerveződésnek nem igazából értelme. És ha most akkor jött ez a WHO-s őrület, ahol két tömeggyilkos összeállt, Bill Gates és Tedros Ghebreyesus, aki ugye egy kézbe akarja tartani a világnak az irányítását, és meg akarják gyakorlatilag az egészségügyi rendszeren keresztül valósítani a világkormányt. Rájöttem arra, hogy mindenképpen kell valamit csinálni. Tehát, hogyha a párt nem megy, akkor párt nélkül kell megpróbálni megszervezni a társadalmat. És akkor azzal gondoltam, hogyha összegyűjtünk olyan embereket, akik már idáig is legalább 5-10 éve járják az országot, és komoly szakértelemmel rendelkeznek, és próbálják felkonlátosítani az embereket. Tehát olyan embereknek gondoltam, akik már idáig is bizonyítottak a munkájukkal, de ezek egyedülként nem tudják megszervezni az országot, mert nem tudják megteremteni a szakmai tevékenységük mellett ezt a politikai erőt is, ami valamilyen módon célhoz tudjon érni. De arra gondoltam, hogy ezeket az embereket 20-at, 40-et, 100-at összegyűjtünk egy kalap alá, akkor ezzel kettő dolgot tudok elérni. Egyrészt elérem azt, hogy összeállt egy csomó értelmiségi ember, másrészt meglesznek azok a szakemberek a legkülönbözőbb térről, amik el tudnák indítani az országnak a újraépítését, és egy üzenetet tudunk adni a nemzetnek, hogy na végre megtörtént egy olyan összefogás, ami érdemi szinten tudja előrevinni a dolgokat. Na, létrehoztam egy ilyen platformot az interneten, az a címe, hogy partoknélkül.hu, a partoknélkül.hu, ékezetek nélkül. Hát én nagyon lelkesen figyeltem a dolgokat, mert egy pár napon belül, vagy egy napon belül már 50-en jelentkeztek rá. Hát mondom, hogy szenzációs, hogy ilyen ütemben fog menni, akkor itt tényleg ezreket tudunk összeszedni. Hát most egy hónap, másfél hónap után még mindig csak 1400-nál tartunk, tehát ez valahogy megakadt. És én ugye az a helyzet, hogy az embernek az interneten keresztül mivel tud az emberekkel kapcsolatban lenni, egyik a Facebook például. Most a Facebookról tudni kell, hogy azt művileg lebutítják, tehát nekem hiába van 5000 csatlakozom az én Facebook oldalomban, hogy én valamit ott ráteszek, előtt 300-hoz, 50-hez. Tehát fölülről vigyáznak arra, hogy ez a akármilyen szellemiség ne tudjon szétharapodni. Tehát, hogyha ezt az egész dolgot az egész nemzet nem veszi magáévá, és a saját lehetőségeinél fogva nem terjeszi tovább ezt a gondolatot, akkor sajnos nem lesz semmi. És hát az is igaz, hogy a nemzetünk azért hiába vannak ilyen csodálatos csoportok, hogy itt lelkesen összeállunk 200-an, 300-an, 400-an, az a 10 millióhoz vagy a 15 millióhoz nagyon kevés. Azt mindenhol látom, hogy borzasztó nagy az engedetlenség, nem az engedett, bocsánat, a elégedetlenség, de másik oldalon azt is látom, hogy borzasztó nagy az aktivitás hiány. Tehát az emberek el vannak fásulva, nincs bennük meg az a saját aktivitás, hogy valamilyen hozzákezdjenek valamilyen szervező munkához. Arra várnak, hogy majd jelentkezik valahol egy Nagy Sándor, és az megcsinálja a rendet. Nem fog ilyen jelentkezni. Tehát, hogyha a nemzet nem veszi saját kezébe a sorsát, akkor itt nagyon nehéz nem tudunk előre jutni. Gondoljanak bele, hogyha a WHO szerződésnek a aztán május 18-án, vagy mikor lesz ez a végleges aláírása, akkor viszont benne van a papírba az, hogy karhatalmi erőszakkal fognak minket beoltani a következő oltással, ami lehet, hogy az életünk utolsó napjait fog jelenteni. És ha belegondolnak, hogy Orbán Viktor most behozott nem tudom hány ezer kínai rendőrt, fegyveres erőt gyakorlat, kínai fegyveres erőt, sőt az országunkba, sokat gondolkoztam, hogy mi lehet ennek a háttere. Két dolog jut eszembe, de abszolút nem biztos, hogy igazam van. Az egyik az, hogy a magyar rendőr nem biztos, hogy hajlandó lesz a saját nemzetét gyilkos rendőrökkel beoltani, hiszen a saját családján sorra kerül, és akkor erre jók lesznek a kínai rendőrök, pedig aztán teljesen mindegy, hogy a magyar rendőrök csinálnak.
ez egyik lehetőség, ami úgy gondolatban föltámad benne. Másik az, hogy hogyha Magyarország meg akarja menteni magát a harmadik világháborútól, akkor mit tud csinálni? Ugye benne vagyunk a NATO-ba, itt van az az őrült Macron, aki már arról beszél, hogy megtámadja Oroszországot, ez most már csatlakoztak a lengyelek, meg a németek is, mivel a németeknél kiverült, hogy két magasrangú katonatiszt, azon arról társalog a telefonon keresztül, hogy hogy fogják lerombolni a Krím és a szárazföld közötti hidat, tehát gyakorlatilag ezáltal Németországot aktívan beleléptették a Oroszország elleni támadásba, ez egyet jelent a harmadik világháborúval. És azért gondolom, mindenki tudja, hogy a harmadik világháborúban nem igazán sok ember fog életben maradni. Nem csak Európában, világszinte. Tehát, hogyha meg akarjuk menteni a hazánkat, meg hosszabb távon a európai kultúrát, meg a nemzet emberiséget, akkor igenis kell ezzel valamit tenni. De most lehet, hogy az egyetlen pozitív dolog, amit az Orbán kormánytól idáig talán el lehet fogadni, az, hogyha behoz ide egy jó pár ezer kínait, akkor az oroszok nem fognak merni Magyarországra dobni akármilyen bombát, mert a kínaiakra nem fognak dobni, hisz azok neki katonai szövetségesük. De ez csak egy gondolat, nem biztos, hogy ez van mögötte. Másik dolog az, hogyha itt ez egy csomó kommunista, nadkommunista országból egy csomó rendőr, még talán azok ezekről van szó, akkor nyilván a Magyarországnak a bizalmi állapota az Európai Unióval szemben még jobban le fog súlyozni, mint ahogy most van. Tehát teljesen bizalmatlan státuszba kerül Magyarország. Ennél fogva nem biztos, hogy fognak mindenképpen ragaszkodni a NATO hadsereg, hogy az európai Magyarország katonákat is belevonják ebbe, hiszen a kínai iklevő erő megkérdezi azt, hogy bízanak egyetlen meg az országban, vagy nem. Nem biztos, hogy erről van szó, ez csak valamelyik reggel a küldés közben jutott ezzel a gondolat az eszembe. Ki tudja. Mindenesetre az biztos, hogy a kínaiak szemében mi nem vagyunk barátok. Akárki, akármilyen gondolkodnak, hogy Kínában 5 millió ujgur tartanak koncentrációs táborokban, ezeknek az ujguroknak kiveszik a szerveiket, amelyeket eladják a orgánpiacon jó sok pénzért, megpróbálják őket vagy folyamatos agymosással, meg folyamatos kínzásokkal átnevelni egy kínai emberré. A kínai, az ujgur gyerekeket elviszik belső Kínába, hogy még véletlenül se tudjanak találkozni az életük folyamán egy ujgur partnerrel, vagy egy ujgur családot tudjanak alapítani. Tehát mind szellemi, mind fizikai módon történik az ujguroknak a kiirtása. Most a Kínai nagyon jól tudják, hogy mindenki nagyon közel a rosszalaink vagyunk. Tehát miért kigondolja azt, hogy ők velünk szemben másképp viselkednének majdan, mint az ujgur testvéreinkkel. Tehát aki bennük bízik, az nem biztos, hogy jó lóra tesz. Úgyhogy ezek azok a gondolatok, amit gondoltam, hogy önökkel most itt meglepetésszerűen megosztok. Ugye ennek a pártpolitikai mente szakértő kormány létrehozásának az lenne a célja, hogy a emögé fölállna a nemzetünknek egy jó része, itt nem ezrekről, itt akár milliókról lenne szó, akkor ennek az embertömegnek a segítségével megszületne az a politikai erő, amivel a országházban a felsőházat helyre lehetne tenni. És a felsőháznak az értelme az, hogyha valaki egy picikét tudja, hogy működött a szemkoronájuk rendszer, hogy ezáltal az összes politikai párt az alsóházba kerül, és a politikai pártok ezáltal elvesztik a döntési jogkörüket. Attól a pillanattól kezdve, hogy pártok már csak javaslati jogkörrel rendelkeznek, és ebben az esetben a felsőházban levő nemzet, ez a népképviselő dönt arról, hogy melyik javaslattal kezdte valamit, vagy nem. Tehát gyakorlatilag ezen keresztül egy nagyon komoly lépést tudnánk elindítani a Szent Koronyag rendszer felé, a Szent Koronyag rendszernek a megvalósításának az irányába felé, és a nemzet képes lenne átvenni a saját életének a megszervezését. Tehát ez ennek a pártpolitikai rendszernek a lényege, a felsőháznak a megteremtése. És hát ugye nem csak ez a kezdeményezés van, Ercsei Attila is szervez egy ilyen párhuzamos társadalomnak a megszervezését. Minden lehetőséget ki kell használni. Előbb-utóbb nyilván ezeknek valamilyen módon társulni kell, hogy ez az erő megszülessen, akkor ezt meg is lehet valósítani.
Tehát ebben kérek önöket is, hogy segítsék ezt a munkát, és ne csak a kompjúter előtt. Nagy nehezen oda teszik azt a plusz, hogy a társulok ezzel, senkinek semmilyen rizikója ebben nincs, hisz mindenki csak egy gombot kell megnyomni, hogy igen, ezt támogatom. Úgyhogy ebbe kérem a segítséget. Köszönöm szépen! Mert a mai keretek között ez lenne a megoldás. A legfontosabb, hogy a szakmai formát hozunk létre, hogy a szakmaiság előtt az erkölcsiséget ne felejtsük el mondani. Mert az erkölcsiség az alapja mindennek, szkíták ilyen problémák, szkíta erkölcs, stb. Ha erkölcstelen valaki hiába szakmailag megfelelő, az befolyásolható lesz, eladja magát pénzért, és nem lehet semmire hatni. Tehát ez legyen a legfontosabb, hogy az erkölcsöt is hangsúlyozzuk rá erkölcsi lapon. Következik Medvecki Zoltán. Ő tegnap itt volt? Nincs. Mennyi vagy? Nincs. Medvecki Zoli nincs itt? Nincs. Hazament tegnap. Hazament, igen. Kis József Zsolt. Mondott neki valaki valamit? Szeretettel, tisztelettel köszöntök mindenkit. Én a mentálhigiénés segítő szakember személyiségfejlesztésben dolgozó szeretnék hozzászólni a témához. Tehát önismereti oldalról, amiért mindannyian azt gondolom, hogy együttünk, illetve amilyen szándékok vannak alternatív, élhető közösségek szervezésében, létrehozásában és működtetésében. Néhány támpontot szeretnék mindenkinek a figyelmét ajánlani, amit azt gondolom, hogy érdemesen ismereti szempontból tisztázni. Az egyik az, hogy kinek mit jelentett a földi lét, személy szerint ki a legfontosabb, tartalma és célja, és ebben hol tart. Magam részéről azt gondolom, hogy tudatosan, tudattalanul, közvetve, közvetlenül a szeretet egység állapotát keressük. Úgy is lehet mondani, hogy a tudatosan megélt szeretetet, erről sokat lehetne beszélni, de most téma fölvető gondolatok vannak. És igazándiból voltak olyan szerveződések itt a Földön, még az élettörténelem során is, szakrális, arhaikus rendek, ahol gyakorlatilag ez a bizonyos dolog meg tudott történni végig. Hiszen én úgy gondolom, arra jutottam, hogy most értem a világot és amilyen tudatszinten vagyok, hogy van két, most már három legfontosabb dolog. Tudatossá válni az egónkban, ami a tapasztalás eszköze, és illetté válni a személyiségünkben, és akinek ezzel van dolga, ezt meghaladni, vagy transzcendálni. Ha megnézzük, akkor kelet, a világ keleti fele, most a keleti bölcseletre gondolok, a személyiség-egó meghaladásra, felébredésre helyezte a hangsúlyt, a nyugat pedig a személyiség élésre, fejlesztésre. Azt gondolom és azt látom, hogy most egy olyan korszakban vagyunk, amikor ezt a kettőt szükséges ötvözni. És azt is látom, és azt is gondolom, hogy ahhoz, hogy közösséget tudjunk létrehozni és működtetni, az az egyén tudatából, személyiségéből indul ki, hogy milyen a saját jövő, milyen a közösség állapota, tudatos és tudattalan állapota és a közösség jövője. És jelfigyelőként is meghívatkozom most, jelfigyelőként pedig azt látom, hogy a közösségépítés ideje, ezt szerintem azt mindenki érzi, nagyon itt van a keretek alatt, és leginkább 24 év végétől indul el ez lehető legnagyobb mértékben ahhoz képest, amit eddig tapasztaltunk. Én fontos alapillér még ehhez, hogy mint jelfigyelő, mint látok, egyrészt szellemi értelemben az emberiség egy olyan korszakba lépett, sokat lehetne erről beszélni, amikor mondhatni, hogy a belátható időn belül, amit mi belátunk, most először vagyunk olyan helyzetben, kollektív szinten, hogy szabad akaratból, szabad választásból beálljunk a helyünkre, ami eredetileg az ember lét misztériuma, ez egyik. Másik pedig mindenki érzi, hogy a materializmus vagy ateizmus kora lejárt és lejáróban van. És itt most az öntudatlan egóra, életlen személyiségre épülő materializmust értem, hiszen bennem a máter anya anyag, amikor a viszonyulásunkat szükséges megváltoztatni ehhez. Mit látok? Hogy mi kell ehhez egyéni szinten, egy olyan sűrű minőségbe jöttünk, ahol minél több embernek szüksége szembenézni az árnyékával, a félelmeivel, ami
ami mondjuk így rúgj értelemben az árnyékokban van. Ez hozta azt minél több embernél, hogy elkezdi realizálni önmagát. Ha realizálta önmagát, képes felelősséget vállalni önmagáért, és ha ez a realizációs és felelősségszint növekszik, növekszik a belső szabadság. Nagyon szép dolog, most március 15-én van a külső szabadságunk, de az csak relatív, a belső szabadság a valódi. És így nyithatunk, vagy kerülhetünk közelebb ahhoz a korszakhoz, ami szintén itt van, hogy nem tudjuk élni jobban a szívbéli és tudatbéli egységet. Azzal együtt, hogy az emberlét hierarchizált, ez szellemi értelemben, pszichológiai értelemben is belátható, hiszen valamiben egyenlőek vagyunk, isteni természet, végső természet, ego játszmák, viszont hierarchizáltak is vagyunk ebben, hogy hol tartunk, milyen tudat, felébredtségi és személyiségérettségi szinten mindenben. Mit szükséges ehhez megvalósítani, illetve tisztázni? Ki vagy? Mit hoztál? Tehát milyen mintájuk vannak, aki ismeri azt a kifejezést, hogy karma? Mi a sorsod, vagy ha magasabb tudatszinten van a sorsod, tudod útként élni? Mi a hivatásod, az élethivatásod, a helyed az életben, hol tartasz ebben? És ha megnézzük csoportdinamikai, szellemi szempontból, én úgy tartom, hogy ami igaz spirituálisan, az igaz a korrekt tudomány által is, most a korrekt tudományról beszélek, nem aki eladta a lelkét, és az igaz lesz egy által élet személyiséggel, tudatossággal, egy tapasztalási formában is. És ha megnézzük, akkor itt két dolgot még idehozok, hogy szociológusok is leírták, hogy korábban még azt mondták, hogy neurotikus társadalomban élünk, ma már azt mondják, hogy borderline narcisztikus társadalomban élünk. Ugyanis ha megnézzük a két ateista rendszert, a kommunizmus sem kedvezett a korai anyakapcsolatnak, és a kapitalizmus későbbi globál kapitalizmus sem, lásd profit hajhászás, ezért generációk nőttek fel úgynevezett alapzavarral és identitászavarral, ezért nagyon-nagyon sok az alapzavar, nagyon-nagyon sok az identitászavar, és ha megnézzük, hogy az egyén hogy szocializálódik, minél élettebb a személyisége, minél élettebb az identitásában, annál jobban szocializálódik, hogy is alkot közösséget, akár mint közösségvezetője, közösség tagja, és élettebben tud onnan adni dolgokat és elvenni dolgokat, felelősséget és kötelezettséget vállalni, és ez minden utána a közösségek esetében is. Tehát magyarán, ha közösséget alapítunk és közösséget működtetünk, akár vezetőként, akár tagként, az hol tartunk az identitásunkban, mennyire érett a személyiségünk, ez egy kulcsfontosságú kérdés. És az a bizonyos személyiség, én úgy szoktam mondani, hogy a személyiség adja meg az alapot, hogy beálljunk az archetipus, őstípusos szerepeinkre, amikor belefogalmazódnak az életleckéink, és mindenkinek van egy közösségben, akár tagként, akár vezetőként egy archetipus szerepe, aki a formájából, élethivatásából fakad, hiszen gyakorlatilag az élet leckéink tulajdonképpen ezekben az archetipusokban vannak belefoglalva. Most kérdezheti valaki, hogy olyan dinamikus változásokban vagyunk, és olyan gyökeres reformokat kell végrehajtanunk, hogy erre nem lesz idő. Hát az a helyzet, hogy ez el fog intéződni, ezek törvényszerűségek, ami azt jelenti, hogy az egyéni és kollektív tudattalan, illetve felsőrendű élünk manifestálja azokat a tartalmakat, ami hatására, ahogy úgy szoktam mondani, egy gyorsított felnőtté válásba és fölövésbe lépünk, ha más nem, kényszerek által. Ugye mindenki ismeri azt a dolgot, hogy a nehéz idő kemény embereket szülnek, a kemény emberek virágkort hoznak létre, majd a virágkorban résztvevők aztán elpuhulnak, aztán megint jönnek a kemény idők. Hát most éppen ebben vagyunk, tehát ez látható. És ahogy Einstein mondja, vagy tanította, hogy egy problémát nem lehet megoldani azon a szinten, mint ahogy fogad. Vagy éppen a fizikai világra vonatkozók, mondom az entrópia törvényét, ez érvényes spirituálisan, és érvényes a személyiség szintjén. Ha nincs egy tudat, nincs egy szervező erő, akkor a dolgok jönnek a széthullás felé. Ami jelen esetben azt jelenti, hogy itt van egy nagy játszma, amit én látok, ami mozgatja tulajdonképpen a karmát, az emberi játszmákat, történelmet és a politikát, utána a szereplők és a díszletek változnak, ez a tettes áldozat játszma. És nagyon-nagyon sok embernek most nagyon-nagyon fontos lenne kilépni. Én emberekkel dolgozom személyiségfejlesztésben, terápiában, pszichodrámában. Nagyon sok embernél megmozdulnak most azok a minták, transzgenerációs minták, tudattalan minták, a születési mátrixból hoznak, a fogantatási mátrixból hoznak és a személyiségfejlődés korai szakaszából, hogy ők most a letéteményesei annak, hogy valamiből kilépjenek, amit már az ők apja, meg a dédnagyja hordoz, és így létrehozunk kollektív mintázatokat.
Én ezt tartom a legfontosabbnak, és hogy sűrűsödnek az idő, hogy így mondjam, az idő tanításai. Kiki milyen tudatszinten van, van, aki elhívásból, belátásból, önreflexióból változik, van, aki konstruktív belső kinyomásból, van, akinek elnek külső okonokat, komolyabb külső kényszerek, de legalább belül változik, ugye a filozófus üzenet, ami nem erősít, vagy nem meg a megerősít, van, aki annak hatására sem változik, de sófolódik az időminőség, tehát sófolódik a felébredés is, és én hiszek és bízok abban, mert látom spirituálisan, látom tudományosan a kritikus töveknek a jelentőségét, és ez olyan dinamikai változásokat hoz, szoktam mondani a YouTube csatornában, a videóinkban is, hogy valójában látom magam körül bizonyos emberek még most kezdik felismerni egyáltalán azokat a játszmákat, ami alapján működik a gazdaság, a pénzrendszer, az egészségügy, ez nagyon-nagyon jó. De van egy következő szint, hogyha valaki már azt is felismeri, hogy ezt úgy vonatkoztatja magára, egyén és kollektív szinten ezeket a vezetőkkel tudatosan tudattalul, hogy termeltük ki, hogy szolgáljuk ki, hogy tükröznek bennünket, és hogy tudjuk ebből kiszállni, mert ez egy belső személyiségváltozással, lemondással jár, hogy valamiből kiszálljak, ne fogyasszam, ne szolgáljam ki, ne vegyek részt benne, és amit Alfred is mondott, hogy etika nélkül hiába, tehát nincs erkölcsi változás, nincs meg az a szint, nincs meg az emberi értékszint, akkor a dolgok ezek is bármilyen jó szándékkal, hogy a pokolvezetők is van kikövezve, bizony abban az irányban mutatnak, ami nem szerencsés. Mint a Önellátók Szövetségében, a szervezővésben már el is határoztuk egyre inkább, hogy mozdulunk a közösségépítésen belül, meg az önellátás mellett a spirituális és személyiség szintű közösségépítés felé. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom az önismereti kultúra, a szellemi intelligencia, az önreflexió szintjének a növelését, ennek a megsegítését, amit az idők is, mint felébresztő és kényszer hoz. De itt azt gondolom, hogy a közösségekben már a vezetők körében is, a közösség vezetői lesznek, és a résztvevők körében is ezt szükséges megsegíteni. Én magam, mivel alapvetően ezekhez a dolgokhoz értek, ezt igyekszem fölvállalni ezekben a közösségekben. Pontosan azért, hogy életebb és tudatosabb közösség maguk legyünk, és közösségépítők és résztvevők vagyunk, hiszen az életebb személyiség vállalja jogokat, kötelezettségeket szabadságával a közösségnek, életen elveszi, ami neki jár, és a saját fejlődésére mások szolgálatára használja, mert ha nem, ha életen személyiség szocializálódik, akkor vagy tettessé válik a közösségben, vagy áldozattá válik a közösségben, vagy a vezető, és áldozattá válik, vagy éppen hatalmaskodóvá válik. Úgyhogy itt valósul meg, amit Gandhi mondott szerintem, hogy legjobb módja, hogy megtaláld önmagad, ha elveszíted önmagad mások szolgálatában. Ehhez viszont egy tudatosság életszerűség szükséges meglátásom szerint. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Nagyon fontos az egyéni személyiségek fejlődése, úgyhogy ez azt is segíti, az nagyon pozitív dolgot ez. Jó, következne Szabó Attila, de úgy látom, ő sincs itt, majd később jövőzik. Igen. A Medvecki Zoltán mondta, hogy kb. 20 perc múlva lesz. Jó, igen. Most tartunk 10 perc szünetet, jó? Addig berendezünk itt a körasztalt, és utána 10 perc után folytatjuk, akkor jön Medvecki és megkapja ezt a 10 percet, és ezt is el fogja tudni. Tehát mindenki jön, aki elmarad. Mindenki jön, csak mindenki úgy számított, hogy ő bejön, és akkor megkezdődik a végén. Tehát jön a Juhász Zoltán is, a Pene Gábor csak este jön, a Szabó Attila jön jövőt, és jó, akkor a Medveszki Zoltán is jön. És akkor utána folytatjuk 10 perc.